Árhullám a Duna felső szakaszain már elkezdődött az apadás. Jó gyakorlatok, hazai példa is elhangzott a NAÜ közgyűlésének idei ülésén. Konfi-ifi évnyitó találkozót rendezett a Tolnai Református Egyházmegye. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks higadóját látják. Nem várható az árhullám utánpótlása, ezt a miniszterelnök mondta a hétfő reggeli Árvízinfón. Orbán Viktor ismertette, hogy délben tetőzött az árhullám bajánál, így ott, valamint lejjebb Mohácson a megfelelő védekezési szinteket rendelték el. Közben sok helyen kezdetét vette az apadás, a folyamat a Duna felső szakaszain gyorsabb a vártnál, közölte a kormányfő. Mosó-Magyaróvárnál apadt 80 centit, Győrnél a Rába 130-at, Esztergomnál 136-ot a Duna, Vácnál 92-t, Budapestnél már 74 cm-es apadásnál tartunk, Dunaújváros 17 cm, és Paksnál is megkezdődött az apadás. Tegnap előtt 755 km hosszúságban védekeztünk, tegnap pedig már csak 706 kilométeren, és a harmadfokú, legmagasabb készültségi szint szakasza a védekezésnek 223 kilométerre csökkent. Ezek mind azt mutatják, hogy most már kifele jövünk a bajból, és enyhül a nyomás, de mondom, hogy nem szűnt meg, csak enyhült. Minden esélyünk megvan arra, hogy a lehetőleg optimistábban tekintsünk a még hátralévő egy-két nap elé. Az elmúlt héten tartották Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 68. éves rendes ülését. Szeptember 16-a és 20-a között az eseményhez kapcsolódóan tudományos fórumot is rendeztek. A közgyűlésen hazánkat Dohocki Csaba is képviselte, a nukleáris létesítmények körüli önkormányzatok Európai Szövetségének alelnöke előadásában a hazai jó gyakorlatokra igyekezett ráirányítani a figyelmet. Good morning, dear colleagues. A külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt az elmúlt héten Bécsben. Szijjártó Péter képviselte hazánkat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének 68. éves rendes ülésén. Az egyhetes rendezvény alatt az országoknak minden évben lehetőségük nyílik két és több oldalú találkozók lebonyolítására, erősítve a nukleáris területhez kapcsolódó nemzetközi együttműködést. A közgyűlésen hazánkat Dohocki Csaba is képviselte, a nukleáris létesítmények körüli önkormányzatok Európai Szövetségének alelnöke tapasztalatairól a legutóbbi TEIT napon is beszámolt. Örömmel vettük azt, hogy az atomerőművek, illetve a nukleáris létesítmények körüli önkormányzatoknak a szerepét egyre fontosabbnak és hangsúlyosabbnak gondolják. Így első alkalommal adtak otthont olyan rendezvénynek, ami a közgyűléshez kapcsolódott. Valójában én a GMF szervezetet képviseltem, ebben benne van természetesen a négy magyar társulás, illetve a többi tagtársulásunk Európa számos országából. Dohocki Csaba elmondta, Észak- és Dél-Amerikából, továbbá Japánból is érkeztek a közgyűlésre, a hallgatóságban pedig helyet foglaltak olyan városok képviselői is, akik még atomerőmű építés előtt állnak, így lehetőségük nyílt arra, hogy hiteles információkat gyűjtsenek. Dohocki Csaba bécsi előadásában a hazai jó gyakorlatokat osztotta meg a résztvevőkkel. A Tomori Pál hídnak a megépítését említettem meg, ami fontos egyrészt a községek, települések számára, illetve az üzemelő atomerőmű, illetve a létesülő atomerőmű számára is. Tehát gyakorlatilag egy olyan dolog, amit közösen kezdeményeztek a magyar kormány felé, és a jóvágyást követően ugye viszonylag rövid időn belül meg is valósult ez a híd, összeköti a településeket, illetve hát a Paks 2 kapcsán akár a szállás lehetőségek tekintetében is egy jó lehetőség lesz. Amellett a munkalehetőségek, a vállalkozások is be tudnak majd kapcsolódni a Paks 2 beruházásba. Ez volt a magyar jó példa, amit megemlítettem a konferencián. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tevékenysége három nagy, egymással összefüggő és egyensúlyban lévő területet ölel fel, a nukleáris energia és más nukleáris technológiák békés célú felhasználásának segítése és támogatása, a nukleáris biztonság erősítése, valamint a nukleáris tevékenység békés jellegének ellenőrzése az úgynevezett biztosítéki rendszer keretében.
állag megóvó festést kap Dunakömlődön a Lusszónium római kori romkert, időjárásnak leginkább kitett eleme a fa szerkezetű őrtorony. Az önkormányzat megbízásából a DC Dunakom ZRT kivitelezése során az őrtorony állványozása megtörtént, jelenleg az építmény teljes fa szerkezetének csiszolása és kétrétegű festése zajlik. Paksváros önkormányzata felhívja a kirándulók, látogatók figyelmét, hogy a munkavégzés időtartama alatt, várhatóan 2024. szeptember 30-áig az őrtorony nem látogatható, viszont a Lusszónium mellett található játszótér és park továbbra is zavartalanul üzemel. Gasztrofizikai kísérletekkel, interaktív kiállítással, workshopokkal és gasztronómiai témájú kerekasztal beszélgetéssel várta az érdeklődőket az Atomenergetikai Múzeum. A múzeumok őszi fesztiválja alkalmából szeptember 21-én megrendezett Terítéken vagyunk című programot a múzeum új székhelyén, a Gesztenyés úton tartották. Ha ugyanezt a lednek a lábát széthajtogatom, így, ez is fog rögtön világítani, abban a pillanatban, hogy beleszülünk. Hertlein Károly és Krizsán Árpád kísérletei nélkül nincs rendezvény az Atomenergetikai Múzeumban. A múzeumok őszi fesztiváljának keretében a két fizikus azt mutatta meg, hogyan vezeti a virsli a feszültséget. Az országos fesztivál tematikája ősszel a gasztronómia volt, a múzeum is ennek megfelelően állította össze programjait szeptember 21-én. Erre mi már nagyon vártunk korábban is, volt már a korábbi években is, amikor konyhai kísérleteket akartunk bemutatni, illetve valahogy ezek a molekuláris gasztronómia, meg a tudományos oldalról megközelítve a gasztro témákat, ezeket már terveztük, hogy valamilyen módon feldolgozzuk a múzeum szempontjából. Úgyhogy amikor ezt meghallottuk, hogy tehát a téma is ez, hogy falatnyi múzeum minőségét megérzi, Terítéken vagyunk, és hogy minden, ami gasztro dolog, az jöhet, így nagyon megörültünk ennek, hogy végre elővehetjük ezeket a kísérleteket, amik már talomba voltak. A workshopokban ugyancsak a gasztronómia dominált. Az érdeklődők megtanulhattak kovászolni, fermentálni és mézes kalácsot díszíthettek. Kitelepült a rendezvényre a Paksi Városi Múzeum és a Pákolic István Városi Könyvtár is. Nagyon fontos az, hogy a kulturális intézmények együttesen lépjenek fel, és ilyenkor, amikor meg tudjuk magunkat mutatni, akkor ugye egybe legyünk, mindenkinek különböző programokat tudjunk kínálni. Szóval nagy szeretet jöttünk ki Enyedi Bettinek a hívására, úgyhogy mi a könyvtárral itt vagyunk, hoztunk ugye könyvválogatást, meg mindent, amit meg tudunk mutatni az embereknek, és ugye mivel ez az esemény most igazából a gasztronómiáról szól, ezért elhoztuk a jokerünket, Benke Dórit, aki fermentáló tanfolyamot tart a többieknek itt. A tanfolyam mellett a gasztronómia a könyvtár kínálatában is megmutatkozott, míg a Városi Múzeum a tárgyi elemekkel és a foglalkozásokkal volt hű a tematikához. Mivel a fő téma a gasztronómia, mi is olyan dolgokat hoztunk, ami ezzel kapcsolatos. Egyrészt az edényzettel, a római kortól a hagyományos edényekig, a magyar hagyományos edényekig, illetve a különböző étkezési elemeket használjuk fel a kézműveskedésünkhez, tehát a babot, lencsét és hasonló terményeket. A régió gasztro kérdéseiről szólt a kerekasztal beszélgetés Lukács Zsolt gasztrovloggerrel, Sitkei Balázs mestercukrásszal, Matus Dóra agrármérnökkel és Szeip Ádám séffel, aki gasztronómiai kalandjairól is mesélt a közönségnek. Minden reggel egy ilyen szeretetcsomagszerűen oda volt készítve a bejárati ajtónk elé, egy éppen nem tudom ki által meghatározott, nem tudom milyen tematikai és ötletek alapján összerakott alapanyagok listája és egy zsáknyi alapanyag, amiből hát lehetett kreatívoskodni, hogy most ebből mit hozzunk ki. És képzeljétek el, hogy mindig bám, valami étel lett belőle, és egy egész busznyi fiatal sereget etettem két héten keresztül. A Terítéken vagyunk volt az első program, amit a múzeum új helyszínen, a Gesztenyés úton tartott. Igen, itt most a Gesztenyés utcában vagyunk, a Gesztenyés utca 6/B-ben. Ezt most még, itt ugye van egy ilyen próbajelleggel működő kis kiállításunk, azért ez még egy ilyen félkész kiállítóterem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó helyszínnel lesz annak, hogy ide a programjainkat, majd akár a múzeumpedagógiai programot, akár az ehhez hasonló programokat ide tudjunk hozni. A rendezvényhez Szabó Dávid adott zenei kíséretet.
A Gesztenyés úti helyszínen az Ökocsiga játszóház várta a családokat, és a Kackiás Vándor játszótéren is kalandozhattak a gyerekek. A program résztvevői, a gasztropartnerek jóvoltából nem maradtak éhesek ezen a napon. Konfi ifi névvel évnyitó találkozót rendezett a Tolnai Református Egyházmegye szeptember 20-án Pakson. Az esemény a közösségépítés fontos eszköze és népszerű a fiatalok körében. Emellett hosszú távon hatással van a fiatalok életére és egyházi kötődésére. Tudomást szereztem róla, hogy ilyen fantasztikus alkalom lesz megszervezve, és mint segítő én is jelentkeztem invitálásra, és nagy szeretettel segítek, hogy minél jobban megvalósuljon az alkalom. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat osztottak meg egymással azok a fiatalok, akik részt vettek a Tolnai Református Egyházmegye évnyitó konfi ifi találkozóján Pakson szeptember 20-án. Ezek a találkozók lehetőséget biztosítanak a fiataloknak arra, hogy elmélyítsék, megerősítsék hitüket, megértsék a református hitvallást, illetve választ kapjanak hitük legfontosabb kérdéseire. Lenkei István, a Paksi Református Egyházközség lelkésze szerint az egyházmegyében nagyon jól működik az ifjúsági közös szolgálat. A helyi jelentősége pedig az, hogy egy-egy gyülekezetben viszonylag kevesebb fiatal van, de fontos, hogy ezek a fiatalok lássák azt, hogy Istennek egy hatalmas népe van, és hogy ők nem valami ilyen csodabogadak azzal, hogy ők Istenhez közelednek, hanem tulajdonképpen ez az embernek a természetes teremtettségbeli állapota, és hát az, ami a rendetlenség, hogy olyan sokan nem tartoznak Istenhez, de megélhetik azt, hogy nagyon sokan viszont igen. Lenkei István úgy látja, az alkalmak segítik a fiatalokat abban, hogy kapcsolatban tudjanak maradni Istennel. Hiszen, mint mondta, Isten nem véletlenül adott a nagy parancsolatban két parancsolatot. Egyik, hogy szeressük nagyon őt, de ez egy ilyen függőleges iránya a szeretetnek, amit könnyen úgy el tud fújni, el tud mozgatni a világnak a szele, és ez stabilizálja a második rész, hogy és szeressétek egymást. Szeresd fel a barátodat, mint magadat, és Jézus tanítványok, és azt mondja, hogy szeressék egymást, és hogyha ez így megvan, ez a vízszintes iránya, akkor viszont egy nagyon szilárd, szeretett háló alakulhat ki, ami megtartja Anya Szent Egyház közösségébe és Isten közelségébe, már fiatalkorban is a fiatal testvéreinket. Az alkalmak során a szervezők igyekeznek olyan programokat megalkotni, amelyek minden korosztályt a maga nyelvén szólítanak meg. A kötetlen beszélgetésektől a kiscsoportos beszélgetésekig, a játékos feladatoktól egészen a bizonyságtételeken át. Emellett dicsőítő koncertek segítségével a könnyű zenén keresztül is igyekeznek megszólítani a fiatalokat. Covid után újra tudtak indulni az ifjúsági alkalmak itt az egyházmegyében. Ennek volt egy fő eseménye mindig, a konfifi hétvége, ami Balatonszászon volt, ez egy háromnapos együtt töltött idő, és ahhoz nőtte ki magát a többi program, és ahogy jöttek a gyerekek így ezeken a hullámokon, hogy jöttek, szívesen jöttek egy after alkalomra, vagy a nyáron táborba, a refisz táborba, és akkor így a végeredmény az, hogy ősszel is, meg tavasszal is van két ilyen találkozó típusú, van egy bál februárban, és van ez a nagy hétvége, meg nyáron a legtöbbjüket a refisz táborba invitáljuk. A találkozók, a hitbéli fejlődés, a közösségépítés megerősítésének fontos eszközei, amelyek hosszú távon is hatással vannak a fiatalok életére és egyházi kötődésére. Hétfőn este egyre több fátyolfelhő érkezik, amely késő éjszaka egyre összefüggőbb, vastagabb lesz. Csapadék nem valószínű, a déli, délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-13 fok között alakul. Kedden napközben felhős lesz az ég, zápor, zivatar várható, nagy eséllyel. A déli, délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!